Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el vagyonodat, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem. Elgondolkoztatok már azon, hogy miért és hogyan tökéletes valaki? Tudjuk mi azt, mondhatnátok. Ha valaki jól néz ki, akkor szoktuk mondani azt, hogy egyszerűen tökéletes. Persze, azt is tudjuk, hogy manapság ahhoz, hogy tökéletes legyél, sok pénzed kell legyen. Így legalább megengedheted magadnak, hogy esetleges tökéletlenségeidet elfedd. Mondjuk egy menő autóval, egy drága ruhával, ékszerrel, egy álomházzal, vagy álomnyaralással, egy személyi edzővel, vagy akár azzal, hogy megplastikázod az orrod, a szemed, az ajkaid. Ha pénzed van, és gazdag vagy, akkor könnyen meg lehet felelni a parancsolatoknak is. Nem kényszerülsz arra, hogy lopj, nem kell ölnöd, mert nincs miért, mindenki téged választ majd, férjül, feleségül. Gazdagon könnyű igazat mondani, mert a szegénység nem kényszerít hazugságra. Könnyű lesz úgy szeretni a szülőket is, magadat meg még könnyebb, mert megengedhetsz magadnak mindent. Kreatívan át is alakítottuk mi magyarok a közmondást, hogy a pénz nem boldogít valami ilyesmire. A pénz nem boldogít, ha nincs. A pénz nem boldogít, de jó, ha van. Ha a pénz nem boldogít, akkor adjátok ide. A pénz nem boldogít, de ha nincs, boldogtalanná tesz. Nem a pénz boldogít, hanem amit veszünk rajta. Ugye milyen ravasz? Csak hogy előbb-utóbb lehull a lepel. Jézus ugyanis mindig a valóságból indul ki ebben a beszélgetésben is. Ha ennyire boldog az a gazdag ifjú, miért érdeklődik az örök élet iránt? Ez egy őszinte ember, nem egy olyan kőgazdag, akiről megvan a véleményünk, akit csak az első milliójáról ne faggassunk. Nem olyan, aki uzsonnára pesgőt iszik és kaviárt eszik aranyvillával, mert megteheti. Ez egy alapjába véve erkölcsös fiatalember. Minden szülő örülne egy ilyen rendes gyereknek. Ő mégis boldogtalan. Érzi és tudja, hogy minden tökéletessége ellenére valami nincs rendben, valami hiányosságtól szenved, valami hiba van a rendszerben. Mert valamit nem lehet megvásárolni, sem átoperáltatni, hogy elfedjük vele a lélek belső tökéletlenségét, hiányosságát és boldogtalanságát. Ez az ifjú, ezért érdeklődik az örök élet után. Csak hogy tévedésben van, mert ő is, ahogyan mi is, túlságosan ragaszkodik a földi élethez, annak tökéletességéhez, gazdagságához. Ezért ajánlja neki Jézus, add el vagyonodat, add oda a szegényeknek, szabadulj meg attól, ami elválaszt téged Istentől. Igen, valamikor a vagyon választ el az, hogy túlságosan ragaszkodt dolgokhoz, szokásokhoz, tárgyakhoz, vagy akár személyekhez. Nos, éppen ezért a mostani kihívás az, hogy adj oda másnak valami olyat, ami számodra nagyon értékes, amihez ragaszkodnál. A kedvenc tárgyadat a testvérednek, a féltve összekuporgatott pénzed egy rászorulónak, a kedvenc ruhádat egy szegénynek, Legszebb szavaidat annak, aki az utóbbi időben szerinted nem érdemelte meg, vagy csak szimplán felidegesített, ne ragaszkodj hozzájuk, ne tartsd meg magadnak. Te így ragaszkodj Krisztushoz. Amen.